az egész videót, mármint hogy ezt a részt slow-mo-ba vettem fel, lassítva. Szóval vettem újra az egészet. Bazd meg! Itthon vagyunk! Nagyon jó! Na! Újra Magyarországon egy kis időre el kellett intézni pár papírmunkát, és úgy terveztem, hogy ebben a videóban egy kis edzés beszámoló lesz, ugyanis a blog utolsó hete van, szóval menjünk rá nagy súlyokra! Viszont egy kicsit nem nagyon, egy nagyon idulka-pidulkát megint elbasztam, mert nyilván ennek meg kellett történnie, de nem nagyon, mindjárt elmondom, megértitek. A nap olyan szinten indokolatlanul szar szögbe süt. Na le! Elmondom, hogy mi történt, de nézzük meg, milyen volt az előző hetemnek a vége, mivel kurva jól ment az edzés. Ugorjunk vissza egy pillanatra Londonba! Conception, I transform like this, perform like this. Was Yoshi a new weapon? I don't contemplate, I meditate. Then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tire skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, got you loyalty, got royalty inside my DNA. This is why I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. I never got my fucking life. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the mecca, emeritus. Tell me something. You motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Your DNA an abomination. This how it is when you in the matrix. Dodging bullets, reaping what you're sowing. Stacking up the footage, living on the... Without a buddy on your belt, you ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to. Na ezen a csütörtök volt egy full SPD nap, és ezt követően Londonban meglátogatott az egyik haverom, régi barát, és hát ilyenkor meg kell neki mutatni. Mi hogyan is csináljuk kin? Na de, mi is történt? Miért is basztam el egy kicsit, mert nem basztam el? Szóval az van, hogy London irdatlanul kurva nagy, és bejárni ezt az egészet kurvára kivesz. Átlag 16 ezer lépést tettünk meg naponta, az egyik nap meg volt ilyen 25 ezer. Uram ég, hogyan lehet ennyire mocskosul elfáradni? A világ legkisebb felfújhatós matracán kellett aludnom, ami úgy szét kurta a hátam. Ha! Hogy nem igaz. Szóval az elmúlt négy napban szerintem naponta 6 órákat aludtam. És ennek ellenére volt egy rohadt jó edzés kedden, amit most nézzünk meg.
igazából ez a nagyon jó edzés, ez úgy zajlott, hogy a célom erre a blokkra az volt, hogy csak legyen egy jó 120-as nyomásom, fekvőnyomás, és hogy legyen egy 200-as guggolásom, mert fél éve nem guggoltam kb. 200 kilóval, és az új technika váljon be, és bevált, lehetett volna sokkal energikusabb ez a 200, de erősnek erős volt, formailag, technikailag nagyon jó volt, szóval ennek kurvára örülök. Az utolsó cél erre a blokkra az egy 250-es felhúzás, de ilyen RPE 8-nál, de inkább legyen RPE 7. Megpróbáljuk újra. Nézzük meg, hogy megy ez a 250 húzás! Egyetlen egy órán van lenyomni egy full SBD napot, szóval menni fog. Miért nem menne? Mocskosul besült a bugi, de technikailag nem esett szét, ami pozitív. A back-off 140-ben 3x5, elég jó, szóval jó, egyszer csak kúra fáradt vagyok, blokk vége, jó lesz már dilódozni. Deadliftezni nem lehet itt, ahol edzek, ami rohadt nagy probléma, mármint lehet, de ezeken a szivacsokon, ami rohadt nagy deficit. Mert hogy nem deficit, hanem csalás. Nem tudom, mi a deficitnek az ellentétje? Mit tudja mi? Na, szóval, bemutatom, hogy fogom felhúzni. Elfelejtettem, hogy bazeg, nem nincs nálam magnézia, szóval teljesen per hendel lesz húzva.
jó, nem ez a legnagyobb probléma. Szóval most van 200-on a rúd, egy ismétlés, megállított felhúzás. Lessük meg. He got drug money, that's expensive game. I got expensive shooter, he got expensive aim. You know it's loud, Uzi. That's an expensive name. I'm going hard on my back to the wall. I was like, damn, just running and faking. There's no way they matching me up. Who really gonna see me if we getting busy and we seeing rap when it's ball? I won't even practice. I go triple platinum and they saying that was a walk. Hey. I start my rally up to a rich mill. In the kitchen with some young nigga trying to tell them how this rich shit really feel. You ain't never been in the field with them late nights off the grill. Through white white clock. Bevallom, kicsit csúsztam az időből videózás terén, viszont lezárult az edzős blokk, és ha visszanézed az előző videókat, ami olyan 6-7 videó, nagyon lehet látni az, hogy 6-7 alatt a fejlődés rohadtó konzisztens volt, és ez volt a legfőbb célunk, mivel kicsit változtattunk a technikán, az rohadtul bejött, és meg sikerült ütni azokat a számokat, amit én magamnak kicsúsztam célnak. 120-as fekvenyomás, 200-as guggolási, 250-ös felhúzás. A 6-7 alatt becsúszott pár olyan dolog, ami hát nem kellett volna, de megtörtént, lebetegedtem, jöttek hozzám látogatóba, haza kellett utaznom. Ez mind egy nagyon picit befolyással volt az edzésre, viszont ennek ellenére mindent sikerült megcsinálni, szóval... Jövő héten lesz egy dilót hét, és utána megkezdem a következő 5-6-7-es blokkomat, még összesen 4 ilyen edzős blokk lesz az április 20-ai versenyük, ha erről nem szeretnél lemaradni, dobj egy lájkot a videóra, és ami még fontosabb, iratkozz fel a csatornára. Legyen meg minél előbb a 600 srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy írtok kommentbe, írjatok bármiről, és hát ja, erősödjünk, aztán basszuk oda már megint. Let's go baby!